Mit gondolnak, miből készülnek a felhők? Hát persze, hogy cukorból. És milyen az ízük? A fehér citromból és körtéből készül, a sárga vanília, sárga dinnye és banán ízű. Persze csak torkos turpi felhőgyárában. A Már tudok olvasni sorozatban a második osztályos gyerekek figyelmébe ajánljuk ezt a kedves meseregényt. Torkos turpi egy prémmel bélelt téli kabát zsebében született egy szép nyári napon, 6 kis testvérével együtt. A kabátot kirándulók felejthették az erdőben, és Torkos turpi szülei éppen alkalmasnak találták arra, hogy berendezzék benne az otthonukat. A kabát egyik ujjában volt a nappali, másik ujjában a konyha és az éléskamra, és a két hatalmas zseb hálószobaként szolgált. Az egyik zsebben aludtak a gyerekek, a másikban pedig Torkos turpi szülei. Haj, micsoda gyönyörű idők voltak azok! Tavasszal koszorút fontak a pitypang szárából, nyáron süttették a hasukat a réten, ősszel puha fészket építettek maguknak száraz falevelekből, s abban mulatták az időt. Télen pedig bebújtak a jó meleg kabátzsebbe, s miközben főtt a vacsora, gesztenyéből készült bábokkal szórakoztatták egymást. Ám egyik nap jött egy hatalmas árvíz, és elsodort mindent, ami csak az útjába került. Fölkapta a kabátot is, amelynek zsebében Torkos turpi épp az igazak álmát aludta. A kismanó kikapaszkodott a kabát zsebből, és rémülten látta, hogy erdő-mező tengerré változott körülötte. Egy vastag ág után kapott, hogy megfékezze a kabát száguldását, ám hiába, a kabátot elragadta alól a folyó, és ő ott maradt egyedül a foágba csimpaszkodva. Hát Torkos turpi története végül is arról szól, hogy mindannyian művészek vagyunk, és mindannyian alkotásra születtünk, csak lehet, hogy nem tudjuk. És Torkos turpi, ahogy ugye ráébred, hogy ő képes a szélszárnyán repülni egyszer csak, így ébrednek rá felhőgyárnak a szorgos munkásai, akik sablon alapján gyártják vattacukorból a felhőket az égre, és Torkos turpi segítségével döbbennek rá a történet végén arra, hogy ők maguk is képesek alkotni, és képesek létrehozni felhőszobrokat, ugye azokat a csodákat, amikor nézzük az eget, és akkor úgy beleképzelünk mindenféle alakzatot. Ők ezt megalkotják, és hát gyakorlatilag így művészekké válnak. Úgyhogy erről szól ez a mese, hogy mindannyian művészek vagyunk, csak el kell hinnünk magunkról, hogy azok vagyunk, és el kell engedni a sablonokat, és el kell kezdeni alkotni, elengedni a fantáziánkat. És találkozik Torkos turpi a családjával a mese végén? Hát a mese végén ugye úgy fejezem be a történetet, hogy egy szép napon találkozik, vagy hírt kap felőlük, de az már egy másik történet, tehát ebből megtudjuk, hogy akkor találkozik majd a szüleivel.